hány éve oktatod az Utelabdarúgó Akadémiának kapusokat, János? Hát ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy már 16. évemet kezdem itt el, mert 2002-ben kerültem ide, a Kispest Honvéd felnőtt csapatától jöttem át, és akkor hívtak, hogy nem tudnék segíteni, és akkor átjöttem ide, mert én mindig is szerettem volna a gyerekekkel foglalkozni. Nem is gondoltál arra, hogy válogatott kapusként rengeteg NB1-es mérkőzés után felnőttekkel is foglalkoz? Hát akkor olyan káosz volt a labdarúgásban, hogy akkora tartozások voltak, hogy az ember inkább a gyerekekkel foglalkozott, mert azt a kicsit is megkapta, amit ígértek. Felnőtt csapatoknál ígértek fűt, fát, virágot, a virágot megkaptuk, de a többi az meg elmaradt. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy itt nagyon-nagyon megszoktam a gyerekeket, és nagyon szeretek köztük lenni, és örömmel foglalkozok velük. És igaz, már volt több felkérésem NB1-be és NB2-be és felnőtt csapatot, de mindig nemet mondtam, mert itt érzem jól magam. A számokkal mindig nagyon nehéz bánni, és nagyon nehéz elmondani pontosan, de körülbelül ez alatt a néhány év alatt, amióta a gyerekeket itt nevelgeted, hány kapust indítottál el az útján? Rengeteg kapust NB1-be és NB2-be is, sőt NB3-ba is, és én úgy érzem, hogy nyugodtan büszke is lehetek rá, hogy volt olyan kapusom, akik NB1-be vannak. Heten voltak, akik oda kerültek az NB1-hez. Jelen pillanatban még az Antal Botond, a Horváth Tomi még mindig ott vannak. A Kovács Gáborhoz Pakson mutatkozott be, amire nagyon büszke voltam. Akkor a Horváth Tomi még váltott kerettag is volt. És hát a Kuruc Peti, aki ugye kikerült a West Ham Unitedhez is, úgyhogy mondom, 7 kapust indítottam el innen, és hát akkor párhuzamosan dolgoztam Vácon, és onnan pedig 2 kapusom lett NB1-es, az a Borszéki, valamint a Stanko Gabi. Itt az UTE Akadémián minden korcsoporttal foglalkozol, tehát a kezdőktől egészen a juniorokig, az ifikig? Hát, hogyha 2002-től kezdve nézzük, akkor tényleg 10 éves kortól végig én vittem őket. Egészen 2,5 évvel ezelőtti időszakig, amikor a Farkas Balázs került ide segítségül, mert már nagyon sok kapusunk volt. És most per pillanat úgy van, hogy mivel hogy új szakmai vezető van, és új kapus szakmai vezető is van, mert eddig én csináltam, de tudomásul vettem, hogy ezt másodállásban nem lehet csinálni, ezt teljes embert kíván. És azért az Andris ide került, és ő csinálja a számítógépes dolgokat, meg mindent, mert én ugyebár a Szolnergyárban dolgozom, és mellette csinálom ezt a kapus edzősködést, de nagyon szívesen csinálom, és így most már a U16-tól U19-ig az összes korosztály tartozik hozzám. Eddig U14-től tartozott hozzám mindenki, de most az U14, U15, valamint az U13, U12-t azt az Andris vette át. Tehát megmaradtál a füvön, megmaradtál a kapuban. Egyértelműen nem ülsz az íróasztalhoz, mert azt csinálja valaki más. Az nem az én világom, megmondom őszintén. A gyárban is úgy voltam vele, a Czolner gyárban, hogy megmondtam, hogy elvállom a termékfelelősi feladatot, de ott is le akartak ültetni a számítógép, meg én megmondtam, hogy akkor inkább nem csinálom, akkor csak szerelő akarok lenni. Csodálkoztak rajta, hogy én szerelő akarok, mert abban is megtalálom az örömöt, meg azt, ugyanezt megtalálom itt a futballpályán a kisgyerekeknél, és annál nagyobb dolog nincs, amikor látod, hogy hétről hétre, hónapról hónapra fejlődik a gyerek a kezed alatt. Kiből lehet kapus? Azt hiszem, ezt már sokszor feltették ezt a kérdést. Tehát ki az, aki, ugye egy labdarúgó azt mondja, hogy én csatár akarok lenni, én akarok lenni a Puskás, az Albert, a Nyilasi, a Törőcsik, vagy mondjuk Újpestit is, nem mondok direkt külföldieket. Ki áll be a kapuba? Hát a kapuba csak azok az emberek tudnak beállni, akik eléggé fanatikusak, ugyanis ez a futball egy egyéni sportág. Csapatsporton belül egy egyéni sportág, ahol az ember csak magába visszat, csak saját magára van hagyva. Ő ott, hogyha hibázik, az parádéson látszik, és annak súlyos következményei vannak. Tehát a legfeszültebb állapotban is jól tud gondolkozni, és nem érdekes, hogy most füvön védek, vagy betonon védek, bárhol el kell, hogy dobja magát. Annak érdekében, hogy a kapujában ne kerüljön be a gól. Szerintem a labda hárítása ugyanolyan nehéz feladat, mint a gólszerzés. És hát ugyanakkor a bravúr az, hogyha valaki berúg egy zicsert, vagy kivédi a kapus. Azt ne felejtsük el, hogy ha egy csatár kihagyja a zicsert, jön egy másik támadás, de a kapus betlizik, a kapus mögött nem áll senki.
Ez természetes dolog, és ezt pszichésen is el kell tudnia viselni, erre fel kell készíteni a gyerekeket is. Sajnos nem egyszerű, mert arra nehéz felkészíteni egy kapus, hogy ne te hibázni fogsz, de mindig azt súlykoljuk belőjük, hogy te is hibázhatsz, te is ember vagy, csak az hibázhat, aki beáll, de arra kell megtanítani a gyereket, rászoktatni, hogy igen, ma még ezzel foglalkozok, hogy potyáztam, de a következő meccsen már nem akarok potyázni, tehát akkor már előre kell tekinteni. Hát akkor dolgozni kell, és ugye itt az edzésre is kilátogattunk a kollégámmal, és bevallom őszintén, egy kőkemény tréninget láttunk, viszont egy jó kedvű, nem munkára sarkalló, hanem inkább játékos edzést vettem észre. Jól láttam én ezt, János? Ez természetes, mivel hogy még csak a ráhangolási időszak van, mert az a második edzésünk volt ebbe a nyári szezonban, mert eddig pihentek a srácok, és hát el is mondtam nekik, hogy nem voltam elégedett velük, mert ugyebár jobb kondiba bíztam benne, hogy jobb kondiba jönnek vissza egy hónap után. Vannak, akik jól bírták az edzést, vannak, akik kevésbé, de nem problémázunk ezen, mert augusztus közepéig van még bőven idő, hogy felhozzuk őket kondiba is, meg minden, és azért vagyunk itt, hogy újra régi formájukban legyenek, régi jó formájukban legyenek, és nagyon fontos az, hogy az edzésnek hangulata legyen. Én ezt megtanultam a Mezei Gyuri bácsitól, meg a Csank Jánostól is, hogy teljesen mindegy, hogy az edzésen milyen hangulat van, de jó hangulat legyen. Különösen szerencsésnek érzem magam, hogy, vagy érezhetjük magunkat, hogy egy újoncot is kipróbáltál. Hogyan fogadjátok ti az újoncokat? Te hogyan fogadod azt a kis kapuskát, aki először jelentkezik nálad, hogy jó napot kívánok, tiszteletem, én vagyok én, és szeretnék, ha kipróbálnák, szeretném, hogyha megnézni, hogy milyen kapus lehetek én. Nagyon sok szülő rögtön az edzés után megkérdezi, hogy milyen. Mondom, ne haragudjon, nem tudok véleményt mondani róla, mert az első edzés az a legrosszabb. Feszült a gyerek, ő binnedáron bizonyítani akar minden. Hiába mondjuk neki, hogy nyugi, ne foglalkozz vele, hibázhatsz, benne van a hiba. Nem erre vagyunk kíváncsiak, hogy most te mekkora klasszis vagy, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy emberileg és mint gyerek, hogy fogja fel az edzést. Ezzel együtt halálra dolgoztattad a srácot, azt láttam. Lehet, hogy ő halálra lett dolgoztatva, de az az igazság, hogy a mi kapusainak ez meg se kottyan már. Hát ezt meg kell szokni, ezt a tempót. Az az igazság, hogy nem akarok véleményt sem mondani még a Balázsról, akit most megnéztünk, de a második, harmadik edzés után már tudok véleményt mondani róla, hogy mi az erőssége, mi a kevésbé erős nála, de olyan, hogy gyengeség, olyan nincs egy kapusnál sem, mert nálam minden kapus egyforma. Ugrunk egyet. Ugye mondtad, hogy a felkészülési időszakban most kezdték el a nyári szünet után a kapusaid. Hová szeretnétek eljutni ezekkel a csapatokkal, ahol a te kapusaid védenek majd? Megmondom őszintén, hogy a csapat az mindig a csapatedzők feladata. Én nekem egy feladatom van, hogy a kapusaim a átlagot hozzák, és egyszer-egyszer egy kiugrót, és fél évente egy rossz napjuk nekik is lehet, én azt mondom, amikor nem sikerül, hogy ez, de amikor már több rossz napjuk van bajnokin, az már nekem nem tetszik, meg akkor átnézem, hogy mit csináltam rosszul, vagy mi a kész felkészítésben esetleg én mit hibáztam, tehát nem a gyerekbe fogom keresni a hibát, mert én készítem fel. Ez az egyik. A másik, engem egy érdeke, hogy az én kapusaim mindig a jók között szerepeljenek, nekem ez a fontos, hogy a csapat hol szerepel, az mindig a csapatedzőknek a feladata, és valamint a szakmai vezetésé. Én örülnék neki, hogyha mindenhol bajnokságot nyernénk, meg mindenhol mindent megnyernénk, de ez nem így zajlik, gyerekekről van szó, lehet jobb napjuk, lehet rosszabb napjuk, tehát hogyha a nagy világklasszisok hibázhatnak, ők miért ne hibázhatnának. Itt a beszélgetés végén egy személyes kérdés. Ugyan most egy kapuban állsz, legalábbis a kapu előtt. Mikor álltál kapuban utoljára, amikor mondjuk játékvezető is volt, és ellenfél csapata is volt? Most voltunk Nógrád megyébe egy hírverő meccsen, és akkor álltam a kapuba, és aránylag még jól is ment. És ahogy megláttam azt a BL döntőt, meg itt a VB-n a kapusok hibát, nagyon elgondolkoztam, hogy újra kéne kezdenem. Csak hát reálisan látva nevetséges, amit csak ezt vízből mondtam. De megmondom őszintén, hogy bármikor szívesen beállok a kapuba. Örülök, hogyha beállhatok. A mai napig, igaz, 59 éves vagyok még csak. De megmondom őszintén, hogyha hívnak, nagyon szívesen megyek.